A Szikszói Városháza előtt találkoztak azoknak a településeknek a vezetői, térségi országgyűlési képviselői, amelyek fertőtlenítőszer adományban részesültek. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei központi kórház és egyetemi oktatókórház, a Borsodkem ZRT, a megyei és a kisebbségi önkormányzatok összefogása eredményeként folyékony szappant és hipót osztottak ki. Ezeket az érintett települések vezetői vették át, majd jutatják el azokat a hátrányos helyzetben élőkhöz. A megyei közgyűlés elnöke elmondta, koordináló szerepet vállaltak ebben. Szeretnénk eljuttatni a Borsod-Abaúj-Zemplén megye települései élő, hátrányos helyzetű lakók számára tisztítószereket, fertőtlenítőszert, hipót, illetve folyékony szappant a COVID-19 vírus megfékezése céljából. Minden településen élő, hátrányos helyzetű család részesül ebből az adományból, és hogy hogy jutnak el az adományok, a település vezetőket kerestük meg, akik felelősséget tudnak azért vállalni, hogy ténylegesen ez a nagy mennyiség úgy kerüljön ki, olyan szakszerűen kerüljön ki a településen élő hátrányos helyzetű lakók számára, ahogyan az szükséges. Mi segítünk minden egyes településen, próbáltuk egy csokorba összeszedni azokat a településeket, amelyeket érint ez az akció. Ez azért is nagyon fontos, hogy ne egyenként kelljen a Borsodkem területére menniük az önkormányzatoknak, ezért most azt a jó pár önkormányzatot, akit érint, őket elhívtuk ide Szikszó városába. Azért Szikszóra, mert az összes település közül ez volt egy olyan központi hely, ami minden települési önkormányzat számára könnyen megközelíthető. Encs és Hernád Vécse település is kapott most az adományból. Én úgy hiszem, hogy minden egyes segítőkézre és minden egyes fillérre és eszközre szükség van, hiszen olyan helyzetben van elsősorban itt az Abaúj térsége, ahol el kell a segítség. Nagyon nagy segítség az, hogy a hátrányos helyzetű családok számára a fertőtlenítő szerek eljutnak, és ez megfelelően segítséget nyújt ahhoz, hogy valami fajta védelmet biztosítsanak a vírus ellen. Tehát minden lehetőséget, eszközt meg kell ragadni, és úgy hiszem, hogy ez a adomány, ez a segítség most időben jött. A folyékony szappant és a fertőtlenítő szereket lakosságszám arányban osztották ki a települések között. A cél pedig, hogy az alapvető higiéniás szabályok betartását segítsék a hátrányos helyzetben élő családok körében. Minden jó szándékú adakozót megkeresünk és próbálunk segíteni az arra rászorultaknak. Nyilván ezt minden képviselőtársa mit csinálja, és hát itt mi nálunk pedig, úgy értem, hogy itt Felső Magyarországon meg úgy gondolom, meg halmozottan is szükség van erre a fajta karitatív munkára. Úgyhogy, mint hogy mindig el szoktam mondani, köszönet a jó szándékú, az adakozó embereknek, és hát mindent megteszünk azért, hogy ez az adomány is eljusson azokhoz, akik erre rászorulnak. Az akció itt nem zárult le, hiszen összességében 2000-2000 liter folyékony szappant és hipót kapnak a hátrányos helyzetű területek, valamint a nehéz élethelyzetben lévő családok. A települések listája éppen ezért folyamatosan bővül.